30 év, egy nemzet életében nem sok, egy ember életében viszont rengeteg idő. Ennyi év telt el a rendszerváltoztatás óta, az akkori történésekre, a drámai fordulatot megelőző eseményekre és a következményekre emlékezik a Dombovára érkezett vándorkiállítás. Közelmúltban, nemrégiben kaptunk egy megkeresést, hogy a Tinódi Ház befogadna egy csodálatos kiállítást, amit mi mindig örömmel fogadunk, főleg akkor, hogyha egy olyan történelmi körképet kaphatunk, ami nem is olyan rég volt, de ezért nem most volt. Úgyhogy igazán nagyon örültünk ennek a megkeresésnek, és természetesen nagy örömmel fogadjuk be ezt a kiállítást. Legfőképpen azért, mert az ide látogatók közelről is kaphatnak képet arról, hogy ennek a történelmi időszaknak mi is volt a jelentősége. Nagyon szeretnénk a fiatalokat megszólítani, és nagyon szeretnénk, hogyha minél többen megtekinthetnék ezt a kiállítást, ezért az iskolákat meg fogjuk keresni, a történelem tanárokat elsősorban, hogy minél több fiatalt és gyermeket el tudjanak hozni erre a kiállításra, és minél többen megtekinthessék, és első kézből kaphassanak hiteles információkat erről a történelmi korról. A sok-sok fotóból álló tárlat ötlete eredetileg külföldről indult, mondta el Balogh Gábor történész. A kiállítás őspéldánya, archetípusa, hogyha szabad így fogalmaznom, az a Terrorháza Múzeum előtt, tehát Budapesten az Andrássy úton, az Andrássy úti sétányon látható, de maga az országjáró, sőt az Európa járó túra az Brüsszelben indult tavaly decemberben, és hát ezt követően különböző külföldi helyszíneken, Brüsszel követően Berlinben, Varsóban, Prágában került bemutatásra, de határon túli magyar településeken, illetve nagyobb városokban, Temesvárot, Kolozsvárot is bemutattuk a kiállítást, tehát Magyarországon valamennyi megyei jogú városban, megyeszékhelyen bemutattuk, és számtalan olyan nagyobb városban, Dombóváron, ahol azért ennek úgy gondolom, hogy lehet fontos üzenete a helyiek számára. 2019-ben, illetve az idei esztendőben emlékezünk meg a rendszerváltoztatás eseménysorozatának 30. évfordulójáról, ezért született az a döntés, hogy ezt a megemlékezést ezt tegyük közössé. Mutassuk be azt a folyamatot, amelyen Magyarország keresztül ment nem csak ebben a két esztendőben, de ezt megelőzően, illetve ezt követően a 90-es években is, részben a 2000-es évek első felében is egészen az Európai Uniós csatlakozásig. Tehát tulajdonképpen az emlékeztetés volt az első funkció, a másik pedig az edukálás, azaz az oktatás, hiszen felnőtt ma Magyarországon egy, de talán már másfél generáció, több mint 3 millió olyan ember, akiknek ez a kiállítás, ennek a kiállításnak az anyaga már valóban csak a történelemkönyvek néhány oldalát képezik, személyes tapasztalatuk. Tehetjük hozzá, hogy az esetek többségében, hála Istennek, már nincs számukra, így beszélnünk kell róla, át kell adnunk ezt a tudást, ezt a tapasztalatot, amelyet az előző generációk megszereztek ebben az időszakban. A mai 10-20 éves korosztály koránál fogva nem emlékezhet a diktatúra és az elnyomás időszakára, mint ahogy arra sem, hogy mennyivel lett másabb az élet 1990 után. Ezért az otthonról hozott elbeszélések mellett itt hiteles képet kaphat egy korszakról, amely ma már csak történelem. Nem vagyunk kirekesztők, tehát természetesen az idősebb, ha szabad ilyen csúnyán fogalmaznom, generációkat is szívesen látjuk, de valóban azt szeretnénk, és ez volt a fő célunk, hogy a fiatalokat tanítsuk, hogyha lehetek ilyen nagyképű, és hát emlékeztessük arra, hogy mik történtek itt. Ez természetesen kiegészíti, és ki kell, hogy egészítse az, amit otthon hallanak, hiszen az a történet, az a személyes történelem, amelyet átéltek a szülők, a nagyszülők 1945-öt követően a diktatúra legsötétebb éveiben, az 1956-os forradalom és szabadságharc alatt, vagy éppen a 89-es nagy tüntetéseken néha többet mondanak, sőt, általában sokkal többet mondanak, mint a történelemkönyvek. Abból kell kiindulnunk, hogy 1989-1990 története még itt van velünk. Tehát eléggé nehéz róla, hogy úgy mondjam, tárgyalagosan beszélni, hiszen mindenki megélte valahogy, úgyhogy eléggé vegyes az a kép, amelyet magukkal hoznak a fiatalok. Ugyanakkor ez a 30 év talán már elég arra, egyszerre, hogy szoktuk mondani, egyszerre rövid ez az időtáv, és egyszerre hosszú. Rövid abban a tekintetben, hogy tulajdonképpen a mi életünkről van szó, ugyanakkor hosszú, hiszen 30 év egy ember életében az bizony nem kevés idő. Úgyhogy véleményem szerint van már lehetőség arra, hogy valamennyire objektíven beszéljünk ezeknek az éveknek bizonyos történeteiről, így például a tüntetések történetéről, illetve arról, hogy ezeken keresztül sikerült visszaszereznünk a szabadságunkat és a függetlenségünket, és talán ez a két kulcsfogalom, ez, amelyet be kell mutatnunk és éreztetnünk, érzékeltetnünk kell ezzel a generációval, hogy mi az, amit magunk mögött hagytunk, hogy mi az az állapot, amiről ők már csak, ahogy az imént említettem,
csak a történelemkönyvekben olvashatnak, de hál' Istennek már nem ismerhetik, hiszen nekik, hogy egyetlen példát mondjak, most leszámítva a mostani rendkívüli járványos időszakokat, amikor nem tudunk úgy utazni, de egyébként ezt szabadon és bátran megtehetjük, egy gyakorlatilag egy plasztik kártya, egy személyigazolvány, vagy még annak a szükségével sem. Ez nem volt adottság 1989 előtt, aki akkor járt külföldön, az megtanulta, illetve tudta ezt nagyon jól. Kerényi Zsolt, Dombóvárváros alpolgármestere, mint pedagógus kiemelte. Tanítani kötelességünk. Ebben nyújt segítséget ez a vándorkiállítás, amely október 19-ig tekinthető meg a Tinódi Házban. Nagyon fontosnak tartom, hogy átadjuk a saját történelmi megtapasztalásainkat. Az én nagyapáim például az első és második világháborúban vettek részt, és nagy érdeklődéssel hallgattuk mindig, amikor meséltek erről. Ugyanezt kéne nekünk is elérni a utánunk jövőkkel, és ez az a kor, amit itt a kiállítás képein látunk, ami ezt bemutatja. És azt hiszem, hogy aki ezt átélte, és én is ezek közé tartozom, az nagyon elhivatottan, nagy átéléssel tud erről beszélni, mert bizony azért ebben voltak szörnyű dolgok. És azért tartom fontosnak, hogy átadjuk ezt, mert azért manapság is elég buta dolgokat beszélnek a diktatúráról, hogy mi volt az a diktatúra. És jó lenne egyfelől, hogyha erre még egyszer nem kerülne sor, vagy soha többet nem kerülne sor, és jó lenne, hogyha nem tévesztenék össze a diktatúrát egészen más dolgokkal, mert sajnos ilyen is előfordul. Igyekszünk, hogy minél több diák eljusson és megnézhesse, ezzel is részét képezve annak, hogy átadjuk ezt a tudást, tudásmegosztásnak hívják ezt a mai modern elnevezéssel, és ezt kötelességünk megtenni.